Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Semmiféle IMF tárgyalással kapcsolatos bejelentés nem történt ma, úgyhogy ezt nem tartom valószínűnek, hogy ez okozhatta volna a forint erősödését, a CDS felárunk csökkenését. Minden esetre jól szerepelt ma a forint, 280 alatt járt hosszú ideig, a CDS felárunk pedig 470 bázispontra süllyedt, ami egy tavalyi nagyon erős szintnek nevezhető és felel meg. Sarkadi Szabó Kornél a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! Na, mitől ilyen optimista a piac? Azért is köszönöm a meghívást, mert amikor a média felkapja ezeket a szélsőséges mozgásokat, akár forint gyengülés irányába, most éppen forint erősödés irányába, akkor általában megszokhattuk az előző két évben, hogy a folyamat vége felé tartunk. Már milyen folyamatnak a vége felé? Akár gyengülés, akár erősödés. Ja, most ugye a forint 278-ig tudott az euróval szemben menetelni. De minden bizonnya, mivel nem oldódott meg a válság, bár a piac szereplők újabb beavatkozást várnak, mind az Európai Központi Banktól, részben ennek köszönhető az a kedvező hangulat, mind az Amerikai Jegybanktól, ezért még kitarthat egy kicsit az optimizmus, de jönni fog az ellenkező forgatókönyv, ami a piac szereplők várakozásait illeti, és valószínűleg azért látható majd ennél jóval gyengébb forint árfolyamot is év végéig. Jó, tehát akkor még maradjunk a mai napnál. A mai nap indoka a forint erősödés, a CDS felárcsökkenés indokaként kizárólag azt tudjuk említeni, hogy arra figyel a piac optimistán, hogy mit fog mondani az Európai Központi Bank, az Amerikai Jegybank, tehát hogy milyen válságmentő intézkedéseket jelentenek be. Igen, és ugye a forint kapott egy mankót azzal, hogy hivatalosan is elkezdődtek az IMF tárgyalások. Hát de az már ugye kéthetes történet. Igen, de azért ez ott van a szereplők fejében, és ezt meglovagolva, kihasználva az Európai Központi Bank várható lépését, ez segítette a forint további erősödését, ahogy egyébként az összes többi úgynevezett magas hozamú, kockázatos deviza erősödését is, tehát nem csak a forint volt, ami jól teljesített, de kétségtelen, hogy kiugró volt a forint teljesítmény az előző két hónapban, egy hónapban. Azt már egy ideje tudjuk, hogy az Európai Központi Bank hatásos, hathatós intézkedéseket tervez bejelenteni az euróövezet megmentése érdekében, de tudunk-e bármit az időpontról? Holnap lesz amerikai jegybanki döntés, ez az első pont, amire figyel a piac, bár ott nem valószínű további lépés, hanem inkább a csütörtöki Európai Központi Bank ülésétől várja a piac, hogy vagy tényleges beavatkozás, vagy erre történő utalást tesz a monetáris bizottság, vagyis azt várják a szereplők, hogy az Európai Központi Bank akár direkt, akár bármilyen más alapon keresztül elkezdi venni a piacon az olasz és spanyol államkötvényeket, ami további pénzpumpát, pénznyomdát jelentene, ezzel segítve a bajba jutott országoknak a finanszírozását, nyugtatva a piaci kedélyeket. Hogyha nagy valószínűséggel ez fog történni csütörtökön vagy csütörtöktől, akkor ez milyen hatással lesz a forintra? Hát azt gondolom, hogy először is nem olyan biztos, hogy ez be fog következni, hiszen a németek azért tovább is ellenállnak a kísértésnek, és félve az inflációs hatását egy ilyen lépésnek, azért akadályozzák vagy korlátozzák az Európai Központi Bank ezen szándékát, tehát egyáltalán nem biztos, hogy meg is lépik a piac által várt intézkedést. De ha mégiscsak lesz ilyen beavatkozás, akkor azt gondolom, hogy akár még egy-két hónapig is, ugyan kisebb intenzitással, de kitarthat ez a fajta erősödési trend, vagy erő is maradhat a forint. És az európai tőzsdék is jól teljesíthetnek. De ez azon múlik, hogy elszánja magát erre a lépésre a központi, Európai Központi Bank, mert ennek azért vannak mellékhatásai az infláció szerepében. Mekkora az esély, hogy elszánja erre magát az LKB, és mondjuk a német ellenállás ellenére is elszánja magát? Hát nézzen, azt mondom, hogy a német ellenállás az még túlságosan nagy, és ők ugye arra figyelnek, német választások lesznek jövő szeptember-októberében, hogyha bármit is lépnek, annak gazdaságélénkítő hatás legyen jövő év elejére, hogy visszamenjen a népszerűség görbe a németeknél. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy lesz ilyen lépés, de nem lesz a piac teljesen elégedett, hanem inkább egy kezdő intézkedés lesz, tehát nem biztos, hogy a várakozás be fogja tölteni. A piac élénkítő hatás, ha most ezt meglépi az LKB, akkor az jövő év tavaszára várható? Hát ha most beavatkozik, és sikerül megnyugtatni a kedélyeket, mondjuk a tavalyi decemberi, idei februári mértékhez hasonló
beavatkozás lesz, akkor annak a reálgazdasági hatása csak később jelentkezhet mondjuk év végére, jövő év elejére. Tehát mindig van egy késletetett hatása ezeknek a pénzügyi beavatkozó lépéseknek, és mivel jövő év őszén lesz német választás, ott a pártok és ugye a Merkel kancellár asszony vezette csoportosulás azt figyeli, hogy bármilyen lépésnek jövő év tavaszára, de legkésőbb nyarára legyen hatása, érdemi hatása, hogy ne legyen negatív hatása mondjuk. Augusztusban, ami holnaptól kezdődik, a legtöbb politikusunk szabadságon van, az IMF delegáció szeptemberben jön vissza, tehát augusztusban gyakorlatilag nem várható semmiféle magyarországi esemény, ami a pénzpiacot, vagy egyáltalán a mi gazdaságunkat érinti. Hogyha a piac optimista, és az LKB dönt így, vagy dönt úgy, de ez a fajta nemzetközi optimizmus kitart, akkor gyakorlatilag augusztusban nekünk olyan túl nagy félnivalónk nincs, vagy az IMF tárgyalások folytatásáig túl nagy félnivalónk nincs. Alap esetben tegyük hozzá, mert láttunk karonvarnyút, ha lehet így fogalmazni már. Tehát ez arról szól, hogy bármikor egy olyan piaci esemény, amire senki nem számít. Akár egy bankcsőd, akár újabb segítség a segítségkérés a déli államoktól, akár bármilyen más hír, ami egyből borítja az eddigi napoknak a folyamányait és trendjét. De nekünk valószínűleg az az érdekünk, hogy augusztusban egy politikusunk se szólaljon meg. Tehát, hogyha senki nem érez valami csillapíthatatlan vágyat, hogy mondjon valami nagyot az ország gazdasági helyzetéről, vagy a IMF tárgyalások várható kimeneteléről, nyilván kormánypárti oldal itt az érdekesebb, akkor ez olyan csendben és erősödve is eltelhet ez a hónapunk. Alapesetben igen, de ne felejtsük el, hogy azért a hét a korábban említett döntésekből kifolyólag hozhat változást az eddigi mederben, ami a piaci trendeket illeti. És azért a görög helyzet is augusztusban nagyon, nagyon gyorsan változhat. Augusztus végéig kell a fennálló részletet átutalni a görögöknek, és ha addig nem kapják meg, akkor újabb államcsőd közeli helyzet áll elő. Tehát azért augusztusban is lehet félni különböző eseményeknek a bekövetkezésétől. Ez nem egy olyan válság, amikor azt mondhatjuk, hogy nyáron uborka szezon van, hanem itt bármelyik nyári hónapban történhet, akár a Lehman Brothershoz hasonló esemény. De most azért nem. Tehát jó, hogy azt mondom, hogy tehát azt előre mindenki tudta, de van ilyen várható bank krach, tehát látható a közeljövőben az, hogy valaki vagy valamely pénzintézet úgy áll, hogy hát itt azért nagyon inog a léc. Hát itt inkább országokkal van baj, nem? Csak ha országgal van baj, az valóban ebben sokkal nagyobb probléma. Uh-huh. Nem tudjuk azt, hogy mikor jut el a válság olyan kritikus szintre, hogy az eddig észrelőtlennek tekintett döntés realizálódik. Tegyük fel, Görögország döntése az, hogy kilép az eurózónából. További adósságrendezést kér, hivatalosan is. Uh-huh. De vannak olyan forgatókönyvek, amelyek boríthatják az eddigi várakozásokat. Hát ne legyenek. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen a lehetőséget.